Ápolókat, jelnyelvi tolmácsokat és hospice segítőket is képeztek annak a projektnek a segítségével, amit a Zalaegerszeg és térsége több célú kistérségi társulás valósított meg az osztrák-magyar határon átnyúló együttműködési program keretében. A 240 ezer eurós összköltségvetésű projekt záró rendezvényét a Fogyatékosok Világnapja alkalmából rendezték meg. Dr. Tapolcai Gergely, a Parlament Esélyegyenlőségi Bizottságának országgyűlési képviselője videóüzenetben gratulált a program végrehajtóinak, kiemelve a jelnyelvi képzést, ami számos siket embertársunk életét könnyítheti meg. A projekt során burgenlandi és bécsi felnőtt képzési intézmények is együttműködtek a hazai partnerekkel. A munka során először hatástanulmányt készítettek, majd kialakítottak egy képzési tervet, amelyből konkrét tananyagot készítettek. Ez alapján képezték az új munkatársakat, a képzés mellett Zalaegerszegen és Ausztriában is a témához kapcsolódó terepgyakorlatokat szerveztek, idősek otthonát és hospice házat is meglátogattak. A szakmai együttműködésre alapozva egy újabb pályázatot nyújtottak be, melynek megvalósítása már folyamatban van.